Nem egyszerű az élet a Winkler utca környékén élők számára, bár a tudat, hogy hamarosan egy megújult utcában közlekedhetnek, valószínűleg oldafeszültsége. Bonyhád város költségvetésében 40 millió forintot különített el az utcák fejlesztésére, és a folyamat már elkezdődött, amikor a Kossuth utcát kezdték megújítani. A Winkler utca is elég rossz állapotban volt, régóta a lakosság igény volt ennek a felújítása, ezért döntöttünk úgy, hogy az idei évben teljes útburkolati felújítást végzünk. Két oldalt sülyeztett szegély készül, valamint a burkolat teljes aszfaltozást kap. Összesen olyan 1015 négyzetméter nagyságú aszfaltfelületről beszélünk, az utca majdnem 300 méter hosszú, majd ezután két oldalt fél-fél méteres zúzott köves szegély fog készülni. A jelenlegi készenléti állapotban az látszik, hogy szűkebb lett az útfelület az eddiginél, de Kozma Anikó megnyugtatta a lakókat is arról, hogy ha elkészül a patka, két gépjármű könnyedén elfér majd egymás mellett. Nem lesz kisebb, ugyanolyan széles, sőt szélesebb, ugyanis a két oldali sülyeztett szegéllyel is 15-15 centivel szélesedik, valamint a megerősített zúzott köves patkával lehetőség nyílik arra, hogy az autók egymás mellett akár el tudjanak menni, le tudjanak húzódni. Ennek az utcának 24 millió 81 ezer forint a bruttó költségvetése. Az idei esztendő fejlesztési tervében több utca járdájának korszerűsítése és akadálymentesítése is tervben van, és emellett a vízelvezetők tisztítása is része a 40 millió forintos keretnek. Az önkormányzat a következő időszakban több közterületre is padok kihelyezését tervezi. A képviselőtestület tagjai felmérték az igényeket, és így kerül pad a Fáji lakótelep 12-höz, a Fáji lakótelep 30-hoz, a Perccel utcába, a Majos felé vezető kerékpárút mentén is helyezünk ki padokat, és a Majosi temetőbe. Igaz, az időjárás megakadályozta az utcafelújítási munkafolyamatok lezárását, de hamarosan felkerülnek a végleges felületek, és visszaadják a térségeket a normális közlekedési rendnek. Itt a Winkler utcában sem kell már sokat várni arra, hogy a gépek levonuljanak.